Jász-Nagykun Szolnok megyében az intenzív közúti forgalom miatt évente elpusztult védett állatfajokról a természetvédelmi őrszolgálat évek óta rögzíti az elütési adatokat. Ez alapján ismert volt a tény, hogy a nappali ragadozó madárfajok mellett igen nagy számban pusztulnak el baglyok is, elsősorban a 4-es számú főúton. Március elején egyetlen nap alatt a 4-es számú főút 113 és 178-as kilométer szervényei között 65 kilométeres szakaszon összesen 113 elütött bagoly tetemét vagy maradványait azonosította a természetvédelmi őrszolgálat. Ezek a madarak kizárólag a 2020. december 2021. március között bő 3 hónap alatt a közúti forgalom által elgázolt vagy elütött példányok voltak. A baglyok mellett 6 darab egerészőjv és egy példány karvaj teteme került még elő. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata már hosszú évek óta gyűjti az adatokat a közutakon elpusztult védett és fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatban. Ennek az a célja ennek az adatgyűjtésnek, hogy egy átfogó képet kapjunk arra vonatkozóan, hogy mely állatfajok azok, amelyek veszélyeztetettek a közúti forgalom által, mik azok a útszakaszok, amelyek kiemelten veszélyesek egyes állatfajok és állatcsoportok szempontjából. Ennek keretén belül ez év márciusában végeztünk egy gyűjtést, aminek az volt a lényege, hogy azokat a nappali ragadozó madarakat, illetve baglyokat, amelyeket a közutakon elütnek, ezekről legyen egy konkrét információnk, hogy adott szakaszban mennyi pusztul el. Az azonosított tetemek csak egy része volt alkalmas további vizsgálatokra. Közülük 45 példány gyöngybagoly, második éves, azaz 2020-as költésből származó egyed volt, 11 példány pedig ettől biztosan öregebb. 18 erdei füles bagolyból 10 példány hím és 8 tojó volt, melyek mindegyike második éves, azaz 2020-as költésből származó egyed volt. A kuvik szintén második éves példány volt. Egy nap alatt több mint 100 baglyot gyűjtöttünk össze, ami igazából 3 hónap alatt összegyűlt madármennyiséget jelent, tehát a téli hónapok alatt a közúti forgalom során a 4-es számú főútnak a Törökszent Miklós és Püspökladány közötti szakaszán több mint 110 baglyot ütöttek el. Ezeknek a legnagyobb része egyébként a fokozottan védett gyöngybagoly. Egy kisebb arányát teszi ki a védett erdélyfüles bagoly, valamint a szintén fokozottan védett kuvik. Ezen túl találtunk ugye nappali ragadozó madarakat is. Azért is problémás mindez, mert ugye olyan madarakról van szó, amelyeknek az életéről amúgy is keveset tudunk, mert éjszakai aktivitású madárfajokról van szó. De ugyanakkor meg kellően nagy termetűek és látványosak ahhoz, hogy már a közutak mentén az elhullott madarak számhoz feltűnjön az átlag emberek számára is. Nagyon sok lakossági bejelentést kaptunk egyébként az autósok részéről, hogy főleg ezen az útszakaszon nagyon sokat találnak elütve. A felmért útszakaszon a legtöbb elütött bagoly Kisújszállás és Karcag között került elő. A felmérés követő napon ugyanitt Kisújszállás közelében már is újabb, frissen elütött gyöngybagoly került elő. A 4-es számú főútnak kimondottan veszélyes szakasz egyébként a Karcag és Kisújszállás közötti része, hiszen nagyon sok olyan tanyaépület, mezőgazdasági létesítmény van, ahol fészkelhetnek ezek a madarak, ahol jó fészkelőhelyük van, sok fiókát tudnak nevelni, közel vannak a táplálkozóhelyek, és ezeken a helyszíneken lényegében a madarak közel tudnak kijutni olyan helyekre, ahol nagyszámban vannak rágcsálók. Miért is vannak rágcsálók a közutak mentén? Ugye az úttest alapvetően kiemelkedik a környező tájból, magasabban van, mindig vízmentes, tehát a csapadékosabb időjárás idején is egy mindig száraz élőhelyet nyújt a rágcsálók számára, könnyen bele tudnak fúrni a töltésorlalba, biztonságos helyen tudnak tartózkodni. Az autósok közül sajnos nagyon sokan szórják ki a szemetüket az autókból. Az utak mentén rengeteg a szemét, ami vonza a rágcsálókat. Folyamatosan táplálékhoz jutnak a rágcsálók, különösebb keresgélés nélkül is. Ezen túlmenően pedig ugye a közúti áruszállítás során a takarmányszállítás alkalmával szóródik valamennyi gabona az útpatkára, ami szintén vonza a rágcsálókat. A baglyok ugye alapvetően éjszaka járnak táplálkozni, vadászni, rágcsálókat fognak, és ugye nehezebb vadászniuk egy erdősáv mentén, egy gazos, bokros területen. Nyilván így élnek, tehát ez nem jelent neki különösebb problémát, csak ugye kicsikét nagyobb energiabefektetés elmenni kilométerekre és ott vadászni, mint egy nyílt közút mentén, ahol a
takarásoknak ki kell jönni a nyílt helyre a közútra, ahol igazából takarás nélkül mozognak, a baglyoknak csak ugye meg kell várni az alkalmas időt, mikor kiérkeznek a rágcsálók az útra, és ugye ott meg kell fogniuk ezeket az állatokat. És a közút mentén nagyon sok olyan bokros van, ahol ki tudnak ülni a baglyok. Igazából nem kell nekik naponta 30 km-t repülni azért, hogy rágcsálóhoz jussanak, elég csak kettőt repülni ahhoz, hogy eljussanak a megfelelő táplálkozó helyre, és eredményesen tudjanak zsákmányon. Közút mentén ugye nagyobb eséllyel tudnak rágcsálót fogni, és ugye ezért keresik fel az út mentét. Viszont számukra ugye ez fokozott veszélyt jelent, hogy a közutak mentén vadásznak, hiszen a nagysebességgel közlekedő autók, bocsánat, idézőjelben nagysebességgel közlekedő autók ugye potenciális veszélyt jelentenek rájuk, és ugye az adataink is igazolják, ugye ez meg is történik, tehát a madarak előbb-utóbb a járművek elé keverednek, és ugye az előtés áldozatává válnak. Olyan erejütközések történnek, hogy a madarak jó részt azonnal elpusztulnak, minimális példányszám az, ami megsérül, és aztán ugye sérült madárként a kezünkbe kerül, és ezek közül is nagyon keveset sikerül csak megmentenünk.